Vizmi oldalát a vizmi.co címen érjük el. Bejelentkezés után ez a kezdőképernyő fogad minket. Amint láthatjuk, van asztali appja is, ezt is letölthetjük, ha szeretnénk, de én itt most a webes felületen fogok dolgozni. Ha kitűzőt akarunk létrehozni, akkor kattintsunk a Create New-ra, New Project, és a Customize-nál kiválaszthatjuk azt, hogy mit is szeretnénk. Ha ide beírjuk azt, hogy logó, akkor a logó kategóriában található logókat akár át is tervezhetjük, de én most egy üresből fogok kiindulni. Itt van az üres sablonunk, amit feltölthetünk különféle dolgokkal. Itt láthatjuk az alapvető elemeket, a grafikai elemeket. Nézzünk például egy 3D-s grafikát. Természetesen az ingyenes fiókkal sajnos nem használhatjuk az összeset, azonban így is van olyan, ami jó lehet nekünk. Mondjuk ezt a trófeát választom. Beszúrhatok formákat is. Pontosan akarom a méretét megadni, akkor itt méretezhetem is akár. Hátra küldöm. Kijelölöm az elemeket, csoportosítom őket, így már egyszerre tudom mozgatni, és a kívánt helyre elhelyezni. Sajnos ezen a felületen kör alakúra nem tudjuk kivágni a kitűzőnket, azonban, hogyha hozzáadunk egy hátteret, majd azt egy másik programmal eltávolítjuk, akkor nagyon egyszerűen megoldható ez is. Lássuk. Lementem a fájlt, és az előző videóban megismertetett módon a PowerPoint-ban, vagy pedig a remove.bg oldalon szintén eltávolíthatjuk a hátteret. Már készen is vagyunk, és lementhetjük a kitűzőnket. Ami így néz ki.